A tamási honvéd hősök síremlékénél vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának városi megemlékezése Tamásiban. A temetőben a város és intézmények vezetői helyezték el az emlékezés virágait, majd a település művelődési házában került sor a megemlékezésre, ahol a gimisek műsorát a város polgármesterének emlékbeszéde előzte meg, amelyben hangsúlyozta, büszkén mondhatjuk, hogy a magyarság 1100 éves történelmének egyik legszebb fejezete a 48-as forradalom. Ahogy mondta, magyarok milliói hittek a szabadság eszméjében. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Írta egykoron a 200 éve született Petőfi Sándor. Ma is büszkén viseljük a kokárdát, kívülről fújjuk a nemzeti dal, legalább első verszakát. Petőfi méltán a legismertebb magyar költő. A piros, fehér, zöld ekkor lett a nemzet lobogójának színe. Nincs olyan magyar, aki Kossuth Lajost ne ismerné, és talán azt is tudja, hogy a szabadságharc vezetője volt, az utolsó olyan magyar államférfi, akiről a nép dalokat, nótákat költött. Petőfi, Vasvári és a márciusi ifjak, ahogy 56-ban a pesti srácok, őszintén megalkuvás nélkül hittek a magyarok szabadságában. Többen közülük életüket adták érte. Megalkuvás nélkül hitt a szent eszmében Batthyány Lajos miniszterelnök és azok a tábornokok, akik a szabadságharc eltiprása után Aradón akasztófán vagy kivégző osztag előtt végezték. És hittek a szabadság eszméjében magyarok milliói, akik nemzetőrként, honvédként harcoltak Isaszegnél, az erdélyi Nyergestetőn, a felvidéki Branyiszkói hágon, vagy a délvidéki Szent Tamás erődjénél. Először a magyar történelem során közös célért küzdött nemes, jobbágy, polgár. Először a magyar történelemben fontosabb volt a magyar nemzet szabadsága, mint a társadalmi helyzet, vagy a vallási hovatartozás. Nem messze tőlünk, az Ozorai vár mellett a Sió partján, a pákuszdi diadalt követő napokban nemzetőrök és spontán szerveződött népfelkelők diadalmaskodtak az országra törő ellenség felett. A március 15-i pesti forradalmunk pedig a világtörténelem egyik legbékésebb forradalma volt, hiszen egyetlen puskalövés nélkül győzött. Ez nagyrészt Petőfiék, a márciusi ifjak érdeme, az ő bátorságukat, elszántságukat, tenni akarásukat dicséri ezen fényes napnak a sikere. A béke törékeny, megtanultuk a 20. század történelméből, folytatta megemlékező beszédét a település vezető. Nap mint nap látjuk a közvetlen szomszédunkban azt, hogy a háború milyen szörnyű pusztítást okoz. Évszázadok alatt mi magyarok azt is megtanultuk, hogy soha nem dőlhetünk hátra, mert hol keletről, hol nyugatról, hol egyszerre két felől, mint 1848-49-ben, leselkednek ránk ordas eszmék, nagy ragadozók, mint a sas vagy a medve. Ez így van már több mint 1000 éve, és így is fog maradni, ameddig világ a világ. 1848 tavasza, egész Európa ünnepe is. Mert egy új világ volt születőben, és bár a forradalmak elbuktak, mégis hatalmas, visszafordíthatatlan változások indultak el a kontinensen. Mi magyarok ma is bátran erőt meríthetünk, példát vehetünk Kossuth Lajostól. Legyen hű a nemzet önmagához, még mindent meg lehet menteni. Veszve csak azon nemzet lehet, mely lemondott önmagáról. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, éljen Tamási.
Az események összefoglalása után a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium Lélekláng a tavaszban című műsorát láthatták az emlékezők. Az előadás modern köntösbe bújtatva idézte fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot, amelyben persze a magyar nemzet kívánságai is helyet kaptak. Az ünnepi esemény koszorúzással ért véget a Kossuth-téri Petőfi emléktáblánál.